Akkor kezdjünk el programozni erben. Ja, azt már láttuk, hogy az R program, vagy ahogy itt mondani szokták, az R script, az utasítások sorozata. Utasítások egymás utánja. Úgyhogy tulajdonképpen azt kell megnéznünk, hogy mi lehet egy R utasítás. De a válasz erre a kérdésre a következő. Az R utasítás az két dolog valamelyike lehet. Az első dolog, ami egy R utasítás lehet, az a kifejezés mi az, hogy kifejezés. Hát a kifejezések legegyszerűbb formája, amiben majd építkezni fogunk, az a konstans. Kifejezés, mondjuk beírom ide azt, hogy 23. Ez egy kifejezés. Ami mellesleg egy szám, azt, hogy mik ezek a típusok, mint hogy szám, ezt majd később fogjuk tárgyalni, de most köznapilag ez egy szám. ez a legegyszerűbb kifejezés, amit el lehet képzelni, a konstans kifejezés. Ha én erre ütök egy kontrollentert, mert ezt is be lehet küldeni az R-nek, mint utasítást, vagy bármilyen komplexebb kifejezés is, amit már mindjárt látjuk, hogy hogyan épülnek föl, akkor ezeket az R kiértékeli. A konstans kifejezés kiértékelése rettenetesen egyszerű, és egy konstans kifejezés értéke az saját maga. A kiértékelés, ütök egy kontrollentert, ütöttem egy Enter-t, a kiértékelés az azt jelenti, hogy megcsinálja ezt a bizonyos folyamatot, ami most egyszerű, mert saját maga lesz az eredménye, és, és igazából ez a fontos most nekünk, és fogja magát és megjeleníti a végeredményét. Hát, konstant kifejezés kiértékes a saját maga, kiértékelt az, hogy 23, azt kapta, hogy 23, és voilà, kinyomtatta nekünk ide, hogy ezt a szót tettek, a konzolra azt, hogy 23. A kifejezés az persze nem csak szám lehet, lehet szöveg is, mondjuk az, hogy alma, idézőjelek közé raktam, ez jelöli azt, hogy szövegről van szó, erről is majd később fogunk beszélni, most csak meg akartam mutatni, hétköznapilag ez egy, ez egy szöveges kifejezés, szintén egy konstans kifejezés, szintén igaz rá, hogy a kiértékelése, ütök egy ctrl enter enter és voilà, a kiértékelése, egész egyszer saját maga. Jó, ezzel meg vagyunk. De hát azért ezzel még nem tudunk olyan túl sokáig jutni. Itt jön azonban a második komponens, amit felhasználhatunk, ez pedig az, hogy vannak olyan eszközök, amikből konstans kifejezésekből felépíthetünk komplexebb, összetettebb kifejezéseket. Az első ilyen eszköz az a függvény. A függvény az, ha nem is tökéletesen, de elég szorosan megfelel a matematikai függvény fogalomnak. Majd látni fogjuk, hogy miért mondtam azt, hogy nem pontosan. A, vagy talán még jobb, ha arra gondoltok, mint hogy a matematikai függvény fogalmat is beszokták vezetni általános iskolában, ez a tudjátok, ez a mit csinál a gép, hogy beledobunk dolgokat, és akkor kiköp valamit. Ezt csinálja a, a, ilyen értelemben az R függvény is. Van valamilyen bemenete, egy vagy több kifejezés bemegy, és a végén kijön belőle valamilyen kifejezés. Mondjuk egy nagyon egyszerű függvény a négyzetgyök vonás. SQRT a függvény neve, mint square root, azaz négyzetgyök. Bemenetként vár egy számot, egy kifejezést vár, amit ilyen esetben szám kell legyen, hogy a dolog működjön. Mondjuk azt, hogy kettő megcsinálja a műveletet, hogy gyököt van belőle, és a kiértékelés az az, a függvénynél az az, hogy alkalmazza a függvényt arra a konkrét bemenetre, amit itt megadtunk, ez a kiértékelési lefuttatja a függvényt, ütök rá egy ctrl enter és amit érdemes nézni, hogy megjelent, ugye itt, itt már a kiértékes, ami valami tényleges érdemi kiértékes volt, a függvény lefuttatása a konkrét bemenetre, vagy bemenetekre, amit látni érdemes még, hogy az eredményt megint csak a konzolra kinyomtatta nekem vannak természetesen jóval összetettebb függvények is, amik nem egy ilyen bemenő, úgy szokták mondani, argumentumot várnak, hanem kettőt, hármat, tizet, de mindegyik ugyanarra a sémára működik, hogy a kiértéke és az az, hogy lefuttatjuk a függvényt. Lefuttatás az még egy mondat. Valaki persze azt nekünk megírta, hogy az SQRT az mit csináljon. Ennek van egy kódja, bele van pötyögve az erbe, ezt valaki lekódolta, ami megvalósítja a gyökvonást. Mi magunk is írhatunk függvényt, majd később ezt látni fogjuk. Tehát, ha nem vagyunk elégedettek azzal a készlettel, ami rendelkezésre áll, az erben nagyon sokféle, és hozzáteszem, statisztikai számítások szempontjából is nagyon releváns függvény van készen, alakul, bármit csinálnunk kellene. Ha ez nem tetszik, akkor használjuk a plusz package csomagokat, amiket láttuk, hogy kibővítik az R képességeit. Nagyon sokszor azáltal, hogy új függvényeket definiálnak, amik hasznos funkciókat meg tudnak csinálni, és ha az sem elég, akkor mi magunk is írhatunk új függvényeket, erről majd mind beszélni fogok. A másik építőeszközünk, amivel a, amivel a elemi kifejezésekből bonyolultabb kifejezéseket haszn csinálhatunk vagy építhetünk föl, az az operátor. Megmutatok egy példát, és azonnal érthető lesz mindenkinek. Ebben a kifejezésben a plusz jel az egy operátor. E, és az értelmezés az megjegyzik a matematikai összeadása, ellenőrizzük le, ütök rá egy kontrollentelt, nézzük meg, hogy mi történt. Egész egyszerűen az operátor kiértékelése az itt is ugyanazt jelenti, hogy lefuttatja azt a műveletet, hogy összeadom a kettőt meg a hármat. Whitefülőknek egy zárójeles megjegyzés érdemes, vagy van értelme az, hogy operátor és függvény, mert hát eléggé máshogy néznek ki, de igazából nincs külön operátor, meg külön függvény, ez nem két külön fogalom. Elárulom nektek, hogy valójában a plusz jel is egy függvény. Ez olyannyira igaz, hogyha valaki szeretné, akár meg is hívhatja függvényként. Egyetlen dologra kell vigyázni, hogy a plusz jelet azt ilyen backtickek, tehát ilyen visszafelé Per jelek közé kell ágyazni. AltGR7-es a száma a standard Windows billentyűzeten. Majd látjuk, hogy ez miért kell ez, de valamiért kell, mert plusz jel önmagában nem lenne jó. De ez így már, amit most itt kijelöltem, ez így már egy teljesen rendben levő normális függvény. Nyitok egy záróját, mert láttuk, hogy a zárójellel jelöljük azt, vagy kezdjük meg azt, hogy a függvény argumentumait megadjuk. Ennek kettő argumentuma van, a kettő és a három, azokat akarjuk összeadni. Lefuttatom, és nézzétek meg, hajszál, pontosan ugyanaz történt. Tehát a valójában igazából itt minden függvény, az operátor az lényegében csak egy ilyen kényelmesebb jelölés, mert az embernek hát a 2 plusz 3-ra jobban kézre esik az, hogy 2 plusz 3, mint az, hogy plusz zárójel 2 vesző 3. Természetesen ez nem csak ilyen egyszintű dolog, hogy vannak a konstans kifejezések, amit beledobhatok egy függvénybe, és akkor kapok valami eredményt hanem aztán az beleépíthető egy újabbba, egy újabbba, egy újabbba, tehát magyarul ezek összekombinálhatóak. Tehát nyugodtan megteltem azt, hogy én ezt írom. Ennek az lesz az értelmezése, szépen amikor az R kiértékeli, először fogja magát és kiszámítja ezt, hogy mennyi, ezt már láttuk az előbb, is, ezt ki tudja értékelni, utána az beledobja a színuszba, mert a szín az elállatom, hogy persze a színuszát számolja, és azt is ki fogja értékelni. És persze azt is megtettem, hogy ezt hozzáadok, mondjuk akár itt is csináltam, hogy lássátok, ez is összekombinálható, hozzáadhatom a gyök 5 és akkor ez szépen lépésenként kiértékeli, és lefutatja az eredményt. Üh, ígértem, talán, talán itt érdemes megjegyezni, mert ígértem egy fél szóval, hogy itt még teszek hozzá egy, egy kommentárt, hogy amit most láttok, az tényleg egy az egyben megfeleltethető a matematika függvényfogalmának. Tehát bárhol, ahol én egy függvényhívást látok, én azt lecserélhetném arra, hogy mi az a mögötte lévő művelet, ami történik. Az SQRT2 én beírhatnám azt, ami kiszámolta a gyök kettőt. vannak programnyelvek, úgy szokták őket, hogy tisztán funkcionális programnyelvek, amik csak ilyet engednek meg. az R az nem ilyen. És a, és a függvényeknek, a függvények csinálhatnak mást is, amiközben végrehajtódnak, miközben kiértékelődhetnek, csinálhatnak mást is, mint egy egyszerűen kiértékelés, a végeredménye utána, amire a végeredményen lecserélhető a függvény hívása. Tehát itt azért előfordulhatnak ilyen mellékhatások, amik nem férnek bele ebbe a tiszta fügvény fogalomba. Ez volt az egy, egyik ilyen zárójeles megjegyzésem. A másik zárójeles megjegyzésem, hogy valójában, a, amit itt a legelején láttunk, hogy a konstans kifejezést, ha egy ütök rá egy control enter, kiíratja az értékét, elárulom nektek, hogy igazából ez is egy függvényhívás. Amikor én is a 23-ra ütöttem egy ctrl entert, valójában az is egy függvényt hívott, meg csak a háttérben nem mutatta meg nekem, de valójában az a print nevű függvényt hívta meg, ami egyszerűen kiíratja a konzorra az eredményét. Tehát igazából az is egy függvényhívás volt, amit a legelején csináltunk, az is egy függvényhívás volt, ami a plusz jel operátora volt, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy itt minden függvényhívás, de ezt csak a wide fülűeknek mondtam, a hétköznapi R programozáshoz bőven elég azt tudni, hogy van függvény, amit kiértékel, van operátor, ami egy egyszerűbb formája ugyan ennek és a végén, miután felépítette, akár láncban, ugye először gyököt von, cinuszt vett, ebből is gyököt össze, de a végén, amikor elért az utolsó szintre, és kiértékelt mindent, akkor ha így kapo, így hagyom az eredményt, akkor az a fontos, hogy azt kinyomtatja, kiiratja a konzolra. Na most ez a konzolra kiiratás, ez ez így egy most jól el lehet ezzel szórakozni. Összerakhatok ezer karakterből álló ilyen kifejezéseket is, de azért érzi az ember, hogy itt egy elég nagy limitációba is elég hamar belefutok, és ezt nem lehet jól feldolgozni. Mutatok nektek egy talán még mellbevágó példát e, ugyanerre. Fogom magam, és beírom ezt az utasítást. Ez itt, ugye ez egy konstans kifejezés, amely szöveg, ez egy fájl neve, ez sugalja az is, hogy ez, a, ez itt a kiterjesztés talán ezt a CSV formátumot sokan is, meg ez egy adattárolásra gyakran használt formátum, ez egy file név, és elárulhatom, hogy ez a függvény ez nem más, mint az, hogy olvas be ezt a fájlt. De újra mondom, ez is egy kifejezés, ami kiértékelődik. Olyan mert ez is függvény, hogy beledobom azt a file nevet, amit itt látok, hogy Burstway dollár. CSV csinál valamit, és nézzük is meg, mi történik. Voilà, kiköpte a file tartalmát majd később meg fogjuk beszélni, ezek mit jelentenek. Most ez egyáltalán nem fontos, annyit kell látni, hogy beolvasott nekünk egy fájlt. De az eredmény az megjelent a konzolon, és pont. És talán ez a példa mutatja a legélesebben, hogy miért mondtam, hogy itt egy komoly hiányosság van. Nem tudunk semmit tovább felhasználni. Hát nagyon természetes kérdések jönnének, hogy mit tudom én, itt van ez az osztop a jobb szélén, láttok rajta mindenféle ilyen 3000 körüli számokat, elárulom, hogy ez új szülötteknek a testtömege, gramban mérve, vannak olyan nagyon természetes kérdések, mint mennyi az átlaga. Van átlag számoló függvény az erben? Hát persze, hogy van. De hogy hívom -e meg? Ide szépen beírhatom, hogy átlag minnek hívják az erben, és minek az átlagát veszem. Ugye itt vannak ezek a számok kiíratva a konzolra. De nekem kéne az, hogy ez hozzáférhető legyen, mint valamilyen objektum, amiben bele vannak tárolva ezek a számok, hogy aztán én ezt beledobhassam az átlagba. És persze a valóságban egy jóval komplexebb dolgokat akarok csinálni, ábrázolni akarok, egy változót, két változót, sok változót, regressziót akarok futani. Tehát nekem kellene az, hogy valami, és most már kimondtam a kulcsot, hogy mire akarok kiukadni, el kéne tudni tárolni ezeket az adatokat. El kellene tudnom menteni úgy, hogy arra később hivatkozhassak és elővehessem és ezzel jutunk el ahhoz a fogalomhoz, amit úgy hívnak az erben, hogy változó. a változó szó az viszont egy picit más jelent, mint ahogy a matematikában van. A változó az lényegében egy, egy, egy memória rekesz, a számítógép memóriájában, amiben betárolhatok valamilyen információt, legyen az egyetlen egy szám, legyen az tíz szám, vagy legyen egy komplet adatbázis, vagy legyen éppen egy regressziós modell, ezeket majd mind látni fogjuk, de hát bármit jelenthet, csak arra akartam kiukadni, eltárolhatom oda azt az információt, egyrészt, másrészt később kiolvashatom belőle azt az információt. Azt a műveletet, amikor valamit beletárolunk -e egy változóba, azt értékadásnak szokták nevezni, az erben az értékadás neve a nyílet ez a, az utasítás, amit most itt a 16-os sorban láttok, ez azt jelenti hogy a 23-at, persze ez valójában bármilyen kifejezés lehetne, én most csak egy írtam be ezt a konstans kifejezést, ezt tárolt bele a szám nevű változóba. Abban a pillanatban, ha én ütök erre egy Ctrl enter akkor létre fog jönni a korábban még nem létező száma változó, lefoglal egy memóriarekeszt nekem az R, amire én további abban a SZOM sorozattal hivatkozhatok, vehetem elő az ott lévő tartalmát, lefoglalja ezt a memóriát nekem, és rögtön bele is rakja a 23-at. Ctrl Enter, és megtörtént. Mi az, amit érdemes most megnézni? Hát az első, amit érdemes megnézni, hogy a konzolba belerakta a Ctrl Enter ezt az utasítást, eddig semmiféle érdekes nincsen, ezt eddig is tudtuk, hogy így történik. Viszont nem történt semmiféle kiíratás szemben a korábbiakkal, amikor egy kifejezés kiértékelt, újra mondom, most is kiértékelt egy kifejezést, a 23-at ki kellett értékelni, jó, hát a saját maga lett, de attól még ki kellett értékelni, eddig, ha kiértékelt egy kifejezést, kiiratta a konzolra a tartalmát. Most nem. Ez első megállapítás. Második megállapítás. Ha megnézitek a jobb felső sarkát a az e amit már emlegettem, hogy itt lesznek a változók. Ez eddig üres volt, de most itt megjelent egy sor. Kiírja, hogy száma neve, és kiírja, az értéke 23. Most már eláratom a jobb felső sorokban ez a bizonyos environment mert nevű fül. Ez gyűjti a változókat. Itt fog szépen az összes változónk, amit létrehoztunk megjelenni, megjelenik a neve, meg a tartalma, vagy legalábbis egy részlet a tartalmából, ha olyan az a változó, amit nem lehet teljesen kiíratni. Úgyhogy ezen a ponton mi rögtön le is vonhatunk egy alapvető következtetést, ha egy sorban nincs értékadás, nincsen nyíl, akkor kiértékeli a tartalmát az R, az eredményt kiiratja a konzolra, viszont nem tárolja el. Ha van értékadás, a nyíl van a sorban, akkor fordul a kocka, kiértékeli a tartalmát, beállítja a változértékét arra, fordul a kocka, nem irat ki semmit sem, viszont cserében eltárolta. Ugye itt nincsen semmi, de cserében megjelent a változó. Ez általában mindig felváltva működik az erben, tehát ha nincs értékadás, akkor kiírat, de nem tárol, ha van értékadás, akkor tárol, de nem irat ki. Ö, ha valaki szeretné, akkor egyébként ez zárójelek közé rakva meg lehet azt csinálni, hogy ki is irat. nézzétek a konzolt, kiiratta, és ha most a tekinteteket a environmentre vetitek, látjátok, hogy 27-et el is tárolta, tehát ez a bezáró jelezés, ez megcsinálja mindkettőt egyszerre, ritkán használjuk, a legtöbb ö, r nem fordul elő, az ember szépen beírja első kódnak az eltárolást, és ha meg akarja nézni a tartalmát, és akkor most itt jön a lényeg, beírom a változó nevét, és ütök egy kontrollent. Ugyanis a változó név is valami, amit kiértékel. Hát jó, talán a itt nem jó szó, mert ha meglátja, hogy ez egy változó, akkor előveszi a tartalmát, láthatjuk is lent, megjelent szépen a 23, ami ugye az eltárolt tartalma volt, és azt kiíratta, mivel ugye nem volt értékadás, ebben a 20-as sorban nem volt értékadás, ezért ilyenkor kiíratta a tartalmát. Öh, hát ehhez elég sok kommentár tartozik. Az első az az, hogy, és ez azért fontos kommentár, mert egy olyan jelenségre világít rá, ami nagyon-nagyon sok helyen elő fog jönni az erben. Nagyon sok más szereposztás, is nem csak a, a az értékes, ez elég univerzális jellemzője az ernek. Jelesül az, hogy megengedi a trehányságot. A, most ez nem volt egy túl tudományos megfogalmazás, lehet, -e azt mondod, hogy nem tudom, laza az ilyen szintaktikai követelményei, de lényegében erről van szó. E, ugyanis, ez ártalmatlannak tűnik, ez a 19-es sor, ha megnézitek. Hát értéket adtunk neki, hát megadom, hogy micsoda, még a nyíl az ilyen szép is, hogy ezért aztán a nyilat még mutatja, hogy a 23 megy bele a számba. Mi ezzel a probléma? Ha valaki más programnyelvet ismer, akkor azért fel fog tűnni, hogy mit neveztem itt trehányságnak vagy lazaságnak. E, Más programnyelven ugyanis, mielőtt én egy változót használatba veszek, az deklarálnom, definiálnom kell, mit jelent ez. Meg kell mondanom, hogy mi a változó név, amihez én kérek memóriát, meg kell adnom, hogy mi a típusa, hogy ebben most szám kerüljön, vagy szöveg kerüljön, vagy nem tudom, micsoda kerüljön, és miután én ezt megadtam, ez az ilyen deklarálás-definiálás témaköre, utána kezdhetem el használni, hogy értéket adok neki, elhívom, stb. Itt semmi ilyet nem kellett csinálni. Ugye itt először itt adtam a 16-os sorba, korábban az, hogy szám nem is szerepelt a kódban, és mégis egyetlen hang nélkül lefutott. Egy, még csak egy, 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 figyelmeztetés sem adott, hogy de figyelj, egyébként ilyen számnél szó nem volt. Látta, hogy nincs ilyen, ezért létrehozta, ez egyik, a másik, megnézte, hogy mit akarok belerakni, azt, hogy 23, ebből kitalált, hogy egy szám kell legyen, és be is állította a típusát arra, hogy ez megfelelő szám legyen, majd a típusokat később nézzük. Azt mondja az ember, hogy mi ezzel a baj? Hát ez rettenetesen kényelmes dolog. Nem kell vacakolnom, hogy előre megadom, hogy én szám nevű változót kérek, nem kell vacakolnom, hogy beállítsam, hogy na, akkor ez numerikus legyen, megcsinál minden magától. Hát igen, ez tény, de azért itt vannak, vannak uh, zűrök is. Mondjuk például a én később ezt át akarom tízre állítani, és beírom ezt az utasítást. Átállítom a szám számváltozót tízre, azzal az aprósággal egy kicsit elgépeltem a nevét. Egy, most bocsánat, idézelközöttem egy rendes programnyelven, ahol kellene deklarálni, definiálni változókat, ez az utasítás nem futna le. Mert szólna, hogy én sehol nem adtam meg, hogy Zsam nevű változó létezik ami azonnal felhívná a figyelmemet arra, hogy hoppá, én valamit elszúrtam, és akkor észrevenném, hogy jaj gyerekek, igen, elgépeltem. Mi történik azonban az R-ben? Ctrl-Enter. Az előző alapján igazából kitalálható, hogy mi fog történni. Egyetlen hang nélkül lefut, és létrehoz, ugye nézzétek itt külön, létrehoz egy új változót. Észre se fogom venni, hogy én valójában marhára nem ezt akartam csinálni. Ez egyik dolog. A másik dolog csinálok egy ilyet. Idéze megint rendes programnyelven, ez kiabálna nekem. Nem a fájl változó nevű, a szám továbbra is SZAM, nem azzal van baj. Csak szólna, hogy gyerekek, hát én ebben nem rakhatom bele azt a szöveget, hogy alma, hiszen ez a változó számként van megadva. Mi fog történni az R-ben? Ctrl-Enter, egyetlen hang, nem hogy hibát nem ad, még csak figyelmeztetés sem ad. Egyetlen hang nélkül. Ne fut! És hogy vidáman beletároltam a változóba egy szöveget. Mert mivel nem kellett megadni a típusát sem, ezért szerencsétlen nem tudhat róla, hogy ez nem lehetne szöveg. Miért ne lehetne? nem kellett megadnom, hogy ez, ez numerikus típusú, ez a változó? Ö, úgyhogy remélem, tudtam érzékeltetni ezzel, és később ez, ez, ez töppen is elő fog jönni, hogy ez egy kétélű fegyver. Megkönnyíti a munkát, gyorsabban lehet haladni, nem kell úgymond vacakolni ilyenekkel, de a dolog vissza is üthet. Úgy ezzel óvatosnak kell lenni. Újra mondom, kétélű fegyver. Ez egyik megjegyzésem, mondom sok más, más példát is fogunk A második megjegyzésem, ott egy picit hagyték el az értékadás jelére, hogy ez a nyilacska. Ez a R-nek, ez egy nagyon régi R előzmény nyelvében is már így volt. A más programnyelvhez szokottak azért meglepődhetnek rajta. Más nyelven ugyanis az értékadás jele ez a, a, az értékadás jele az az egyenlőség, mégülis elég logikus módon. E, na most a helyzet a következő. Megeszi az err is az egyenlőséget. Tehát én beírtam volna azt, hogy szám egyenlő 10, vagy 23, vagy alma, ugye, látok mindegy, lefutna, és pontosan ugyanaz történne, mint ami ténylegesen történt is. E, nem egyenértékű a nyíl meg az egyenlőséggel. Van köztük különbség, nem szó szerint ugyanaz, de a különbség nem olyan, ami a, a hétköznapi R-ben statisztikai elemzés vagy adatelemzés végzők számára valószínűleg mondhatom, hogy bármikor is előjönne. De szó szerint nem ugyanaz. Úgyhogy inkább én úgy fogalmazok nektek, hogy stílus okokból használjátok a nyilat. Tehát azt mondom, hogy stílusoknak, hogy, hogy lehetne így is, meg úgy is csinálni, de Egyezünk meg, mint konvencióban, hogy a nyilat használjuk. Egyenlőséget is használunk, nem is olyan túl sokat látni fogjátok, de azt másra egy mondatban függvény argumentumának a megadására, na ott viszont egyenlőséget használunk. A még egyetlen megjegyzés ehhez, a, ehhez a, az értékadáshoz. Érdekes módon működik a fordított irányú nyíl is. Tehát leg, megcsináltam volna azt is, hogy a 23-at így. Nyilazzon bele a, a, a változóba, pontosan ugyanaz történne. Nézzétek meg, jó, felsősorban látszik, hogy lefutott. Ritkán használják. Előfordul, és van egy olyan programozási stílus, ami ez valamilyen szinten még jól is passzol, ott kicsit sűrűbben előfordul, de összességében talán azért nem túl gyakran. Az R előzmény nyelvét fejlesztők azt írták a könyvükben, hogy ezt azért találták ki, bár kicsit furcsa, hogy ide-meg oda is lehet nyilazni azért találták ki, hogy ha az ember beír ami hosszú kifejezést, amíg még nem volt ilyen interaktív felület, hanem szépen egyesével a sorokat beküldeni a nagy számítógépnek, beküldött 10 sort, és a végén jött rá, ezt el akartam tárolni, akkor még a végén is meg lehessen ezt, a, ezt az eltárolást csinálni, hogy ezért engedték meg, hogy lehessen jobbra felé is nyilazni. Üh, mutatok még egy érdekességet. Ha én értéket adok, ezt a ezt a 28-as sort most lefuttatom, akkor azon túl, hogy érték adódik, beállt tízre lást jobb felső sarokban, azon túl valójában ez maga, ez is egy kifejezés, ami kiértékelődik arra, hogy tíz. Csak nem nyomtatja ki, ugye ezt mondtam, hogy itt nem írja ki, de ettől még ez egy 10-re kiértékelődő kifejezés. Ami azért érdekes, mert akkor az emberben felvetődhet a gondolat, hogy például ez működőképes-e. Hiszen ha ez, amit én itt megjelöltem kékkel, ez egy tízre kiértékelő kifejezés, akkor elméletileg itt a szám kettő kap egy öt, és a szám kettő nyílt tíz, tehát az is be kellene, be kellene, álljon arra, hogy tíz. Nézzük meg. Lefuttatom, egyrészt lefuttat szintaktika hiba nélkül, másrészt valóban megjelent a szám kettő, és valóban beállt tízre. Tehát elvileg ilyet is lehet csinálni, Ö, elég ritkán szokott azért, azért előfordulni. A... Na most uh, még egy megjegyzés mindezekhez. A... Előállhat egy olyan helyzet, hogy az ember lefuttat egy euh, nagyon hosszú, már úgy értem, hogy hosszú, időben hosszú, tehát nem tudom, 5 órán keresztül futó utasítást, euh, de nem nyilazza be semmilyen változóba. Ugye, mi fog történni? Kiiratja az eredményt, nem tárolja el. Mondjuk, mit tudom én, veszem a gyökét a kettőnek, amit én el akarnék tárolni, de elfelejtem, nem jelent meg. Új változó, láthatjátok, csak kinyomtatja a konzolra. Most semmi baja, azt mondja, hogy ó, fenébe visszamegyek, beírom, hogy szám, nyíl, el van mentve. De mi van akkor, ha ez a gyök vonásnál némileg bonyolultabb bűvet volt és 5 órán keresztül futott? Most ha verhetem a fejem a falba, hogy oké, okay, én visszamegyek ide, beírom, hogy szám, nyíl, de hát ütök rá egy Ctrl akkor az megint 5 órán keresztül fog futni. Azért ez elég bosszantó. Ha meg 50 órán keresztül, akkor pláne. Mutatok nektek egy trükköt. Van egy speciális változó, aminek az a neve, hogy pont last point value. És ez mindig az utolsónak kiértékelt értéket tartalmazza, amit nyugodtan bele is nyilazhatok egy változóba. Úgyhogy, ha elfelejtetek értéket adni egy hosszú művelet végén, ne esetek pánikba, semmi baj nincs. Egy dolog fontos, hogy ne futtassatok le még egyszer bármit is, mert akkor már azt kell a lászpont ba semmi gáz nincs, lefuttatjátok ezt, és nézzétek meg, belekerült a változóba a, ez a bizonyos utolsó érték. Tehát nem kell pánikba esni, ha ilyen volna, menthető a helyzet. Természetesen, ahogy mondtam, a kifejezés ezt hagymásoljam idebe. Természetesen az nem csak egy konstansból állhat, mint amit eddig láttunk, hanem bármilyen bonyolódott dologból nézzétek meg. A lényeg, hogy ilyenkor a jobb oldalán álló kifejezést azt kiértékeli, most egy több lépcsőn keresztül, és amikor megvan a kiértéket, a szépen elmenti a változóba. A változót előhívhatjuk, tehát azt a memóriatartalmat használjuk, ugye ezt tulajdonképpen már mutattam korábban is, és használhatjuk saját magát kifejezések felépítésében, például ebből az egészből gyököt vonhatok, amikor ő ezt kiértékeli, akkor ide, ez, amit most bekikítettem, ez az, hogy elmegy a memóriába, kiolvassa, hogy mi van benne, 3,20 valamennyi, lecseréli arra azt az értéket, mintha ide begépeltem volna a kéz, hogy 3,22, és utána megy tovább a kiértékeléssel, gyököt van belőle, hozzáadja a 3-at, kivonja a 12-t, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ez mind az, amit azt mondtam, hogy a, hogy a felhasználása ennek a, a változók, hogy ki tudjuk venni a memóriából természetesen az, hogy én felül tudom írni, az azt jelenti, hogy módosíthatom is. Nem csak úgy, hogy beleírom most eltem a 15-öt, mert ezt is lehet, de éppenséggel akár ezt is megtehetem. Probléma, hogy megjelent ugyanaz mindkét oldalon? Nem. Mert én azt mondtam, hogy az értékadás először, ugye itt pontosan azt csinálja, hogy a jobb oldalán, ha szokásos nyilat használom, a jobb oldalán állót kiértékeli, ide berakja azt, hogy 3,22, mutatom is, Ugye nézzétek, kihasználtam azt, hogyha valami ki van kékítve, akkor csak azt futtatja. Ért, megy tovább a kiértéke, és mondjuk itt egy gyökvonás van belőle, és utána, ugye fontos során miután kiértékelte, utána fogja azt, hogy a kapott kiértéket kifejezést belerakja, a nyíri sugalja a számba. Nézzétek jobb felül, 3,22 lecserélődött az 1,79 valamennyire. Ugye ezzel lehet még frissíteni egy változó tartalmát, ha úgy tetszik. Azaz összefoglalva, a változó lesz egy borzalmas alapvető eszköz az erben, mert ezzel tudunk információt tárolni, megjegyeztetni, memorizáltatni a géppel. Újra mondom, legyen az bármilyen információ, nem kötelező szám legyen, lehet egy komplett adatbázis is. Meg is mutatom, azért ezt talán érdemes megnézni. Legyen a neve ugye Burst VT kicsit rövidítve. Ugye emlékeztek, ez beolvasott valamit a, 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 a egy fájlból, Értékadás van, úgyhogy nézzétek itt lent, értékadás van, ezért nem íratott ki semmit, de ha megnézzük jobb oldalon, megjelent változóként. Ugye mert nagyon sok információ van, ezt máshogy tárolt itt a neve, itt nem íratta ki a tartalmát, csak megjelent, hogy hány megfigyelés, hány változóról, de minden esetre be van olvasva, felhasználhatom, most egyelőre csak annyira használom föl, hogy kiíratom a tartalmát, voilà itt van a tartalma. Tehát láttuk, hogy változó bármit tárolhat. Egy számtól kezdve egy komplett adatbázisig, vagy egy bármilyen statisztikai modellig. Ezt mind el tudom tárolni. Akárhány ilyen változót eltárolhatok, később elővehetem és tovább feldolgozhatom a tartalmát. Úgyhogy ez az információ tárolás eszköze, és mondanom sem kell, hogy ez amit aztán léptenyomon használni is fogunk a következő lépésekben.